Gyakori probléma, hogy a lovasok hisztérikusnak, sárkánynak, rossz indulatúnak, engedetlennek címkéznek egy olyan lovat, ami fájdalmakkal küzd, mert nem értik az állat viselkedését. Dr. Sue Dyson, világhírű állatorvos, akit a lósántaság koronázatlan királynőjének is tartanak, 4 éven keresztül több mint 400 ló bevonásával egy átfogó tanulmányt végzett. A tanulmány célja az volt, hogy megállapítsa, melyek azok a tipikus viselkedésjegyek, illetve arckifejezések, melyek fájdalom esetén megfigyelhetőek a lovakon. Alapvetően 8 viselkedésjegyet különített el, és megalkotta a fájdalomarc ábrát. A fül, a szem, az orrcimpák és az ajkak állapotát megfigyelve felismerhető a fájdalom. Nagyon sok fényképet, videót és élőlovat megvizsgálva azt tapasztalta, hogy a lovasok nem ismerik fel a lovon a fájdalmat. Ha fel is ismerik, nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, de a legnagyobb probléma valóban az, hogy a lovasok hisztérikusnak, rosszindulatúnak, lustának minősítik azokat a lovakat, melyek ellenszegülő magatartásukkal valójában a fájdalmukat próbálják kifejezni, a lovas tudomására hozni. Sue Dyson ezen akar változtatni. Több részes videója és a tanulmánya elérhető az interneten, amelyekből meg lehet tanulni, felismerni saját vagy más lován a tipikus fájdalomjeleket. Ha megnézünk egy versenyt, akkor bizony felismerhetjük a lovak nagyon nagy részén a fájdalomjeleket. A fájdalom felismeréséhez egyrészt meg kell nézni a ló arc kifejezését, vagyis azt, hogy megfigyelhetőek-e a fájdalomarc vonások a lovon. Másrészt a ló mozgását alaposan megszemlélve megállapíthatjuk, hogy felismerhetőek-e olyan jegyek, amelyek korai sántaságra utalnak. A fejen megfigyelhető jelek. Ha a ló sokat pislog, hunyorog, félig lehunyva, vagy húzamosabb ideig lehunyva tartja a szemét, akkor az már jelentős fájdalmat jelez. A szem körüli izmok összehúzása miatt a halántékcsont íve jobban kirajzolódik, mely szintén fájdalomra utal, ahogy az is, hogyha a ló az orrcimpáját felhúzza, az orrjukak kissé kitágulnak, és az orr ettől enyhén lelapul. Fájdalomnál az állat lelapítja az állát, az ajkait összeszorítja. Tipikus fájdalomra utaló jel, ha a fülmozgások hátrafelé irányulnak, vagyis a ló sunyít, és ez több mint 5 másodpercig megfigyelhető lovaglás közben. Ilyenkor a fültövek közötti távolság nagyobbnak tűnhet. Természetesen a fül egy kommunikációs eszköz is a ló számára, tehát amikor fenyegető üzenetet küld, az szintén sunyítással jár. Azonban egészen más a fenyegető sunyítás, mint az, amely fájdalom esetén megfigyelhető. Gyakori fájdalomjel, hogy a ló a száját mozgatja, miközben nem eszik, vagyis üresen rág, csikorgatja a fogát, tátog, nyalogatja az ajkait, ásítozik, vagy a rágóizmokat megfeszíti. Lovaglás közben nem ritka, hogy a nyelvét kilógatja, ráfog az ablára, látszik a foga a nyelve. A kis orrszíjjal természetesen meg lehet próbálni leplezni ezeket a tüneteket. De ha valóban emiatt használják a kis orrszíjat, akkor ez egy súlyos visszaélés a lóval szemben. Tipikus, hogy a fájdalmakkal küzdő ló ellenáll, ellenszegül bizonyos feladatoknak vagy mozdulatoknak. Munkában nincs kedve előre menni, visszatart, vagy épp az ellenkezője, a fájdalomtól elrohan. Ilyenkor lehet címkézni a lovat, hogy lusta, vagy akár ráfogni, hogy mennyire szeret ugrani. De valójában végig kell gondolni, hogy nem egy fájdalomreakcióról van éppen szó. Gyakran megfigyelhető, hogy mozgatás alatt ferdén tartja a ló magát, félrehordja farkát, azaz egyik oldalra hordja. Ez is egy tipikus fájdalomjel. Sue Dyson és munkatársai a tanulmányokban leírták még azt is, hogy ha a ló a jármódot spontán módosítja, például visszaesik magától vágtából ügetésbe, vagy spontán ugrást vált,
vagy egy jármódon belül gyorsít, lassít, anélkül, hogy utasítást kapott volna rá, akkor az szintén fájdalmat jelezhet. A nyaktekergetés, a fej megbillentése oldalra, a fejrázás, a hátranézegetés. Szintén fájdalomjel, ugyanúgy, mintha a ló a fejét a magasba emeli. Szár előtt megy, vagy szár mögé bújik. Mind a kettő azt a célt szolgálja, hogy a ló elbújjon a fájdalom elől, vagy ellenszegüljön a fájdalomnak. Az a ló, amelyik húzza a szárat, akár egy oldalon, akár mindkét zablára ránehezkedik, szintén nagy valószínűséggel valamilyen fájdalom ellen menekül, ami lehet, hogy a csípőjét érinti. Lehet, hogy a hátsó lábakat. Ha a ló gyakran botladozik, húzza a patáit a porban, vagy biceg sántikál, hasát felhúzza, feszesen tartja, sokat csapkod a farkával, az szintén fájdalomjel. És végül, de nem utolsó sorban, a nehezített légzés, az izzadás és a magas púzus is fájdalmat kísérő jelek. Éppen ezért nem minden nehezített légzéssel küzdő ló kehes, lehetséges, hogy kólikája van, vagy olyan fájdalma, ami ezeket a stresszreakciókat kiváltja. Fontos lenne, hogy minél több lovardában plakátra tegyék ki a fájdalom jeleket, hogy mindenki, a kezdő lovastól, a lovasedzőn keresztül, a lótartókig, pontosan tisztában legyen azzal, hogy milyen jelek esetén gondolkodjon el azon, hogy a ló szenvedés fájdalmai vannak. Így a fájdalmak felismerésével már mindenki maga eldöntheti, hogy milyen eszközöket vet be az állat szenvedésének csökkentésére vagy megszüntetésére.